Megyeszerte 6 új bölcsöde létesülhet 2022 végéig a görögkatolikus nyíregyházi egyházmegye beruházásában. A fejlesztés új munkahelyek teremtésével a foglalkoztatáshoz is hozzájárul majd. Külsőre lesz egy közös vonás a felépülő intézményekben, hát hogy mi is ez, arra is fényderül mai adásunkban. Üdvözlöm Önöket, a 35 percet látják. Szakképzés Nyíregyházán tovább bővül a lehetőségek köre a megye székhelyen. Kommunális hulladék, kevesebb szemetet termelünk, mint az EU-s átlag. Új bölcsödék a megyében több mint 250 gyermek napközbeni ellátását oldhatják meg. Idén első alkalommal került sor az ágazati alapvizsgák megtartására a Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményeiben. A centrum közben több egyetemmel is együttműködik a következő tanévtől induló okleveles technikus képzésben. A szakképzés rendszer egyébként tavaly jelentősen átalakult. Az őszi tanévkezdet óta már a Nyíregyházi Szakképzési Centrumnál is bőven vannak tapasztalatok. Diátadó, ide vagy oda, a készfogás mellőzni kell. Így stílusosan egy robot karatta át néhány napja Hegedűs Petrának az első díjat, amit a Szakképzési Centrum digitális közösségi alkotóműhely logó tervező pályázatán nyert. A tervezés során több programot is használt, és maga az alkotóműhely inspirálta leginkább. Igazából ez az egész. Tehát ugye van benne robotkar, drón, és ugye drónt lehetett nyelni, robotkar, itt nagyon sok van. A zsűri szerint a pályamunkák kreatívak voltak, így a döntés nem volt könnyű. A jelentkezők egyébként YouTube videókon keresztül folyamatosan kaptak segítséget, így amellett, hogy részt vettek a tervezésben, új programokat, eszközöket is megismerhettek. Innovációból tehát a járványidőszakban sincs hiány. Ezekről és a további újdonságokról is kérdezzük a Nyíregyházi Szakképzési Centrum igazgatóját. Aki nem más, mint Gurbáné Pap Mária kezét fogalom, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Átalakuló szakképzés, ugye ez a témánk, tényleg csak nagyon röviden, hogy ugye 5 éves technikumról és 3 éves szakképző iskolák létesítéséről van szó. Miről is szól a FÁMA? Szeptember óta már működik az új rendszer. Igen, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és iskoláinak is ez a legfontosabb feladata, hogy itt helyben nagyon gyorsan reagáljunk a munkaerőpiaci igényekre. Valóban szeptemberben új életet kezdtünk a szakképzésben. Elindult a szakképzőiskolai és a technikus képzés az iskoláinkban. Ugye ez azt jelenti, hogy a nagyon széles ágazati alapoktatás van mindkét iskolatípusban. 18 ágazat van, amelyből választhatnak az érdeklődők a Szakképzési Centrum iskoláiban, és mindkét iskolatípusban a széles ágazati alapozást követően ágazati alapvizsgára kerül sor, és ezt követően választ igazából szakmát, és ezt követően egy majd kiduális képzés keretében gazdálkodó szervezethez, ennek hiányában marad az iskolai tanműhelyben. Valóban nagyon-nagyon sok lehetőség van, és az új szakképzési törvény és a végrehajtási rendelet lehetőséget ad arra, hogy figyeljünk a sokféle irányból érkező tanulókra, a különböző képességű, érdeklődési körű tanulókra, és hát úgy próbáltuk meg kialakítani ezt a szakképzési rendszert a Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolájába, hogy tudjunk figyelni azokra, akik gyengébb képességűek, és mondjuk ők a dobbantó program műhelyiskola révén szerezzenek piacképes szakmát, és ügyeljünk mondjuk azokra, akik középvezetők szeretnének lenni, technikus képzésben végeznek, vagy esetleg tovább akarnak tanulni az egyetemekben. Mik az első fél év tapasztalatai? Hát az első fél év az elég nehéz volt, mint mindenkinek, hiszen ebben a pandémiás időszakban zömébe, online térbe költöztünk, de azt gondolom, hogy köszönet a kollégáknak és a tanulók együttműködésének szép eredményeket mutathatunk föl. Egyrészt a fél évi értékelés révén az iskolák igazgatói arról tájékoztattak, hogy azok a célkitűzések, amelyek megfogalmazódtak bennünk, azokat tudjuk teljesíteni. Másrészt pedig közel
400 olyan tanuló volt, aki ágazati alapvizsgát tett. Most itt nem azokról beszélek, akik 9-ben elkezdték a szakképzőiskolai és szakközépiskolai képzést, hanem vannak olyanok, hogy érettségizettek, akik úgynevezett közismereti tartalom nélküli képzésben vettek részt, nekik a képzés első fél évének a végén más sor kerülhet az ágazati alapvizsgára, illetve voltak olyan felnőttek, felnőtt oktatás keretében, akik vizsgát tettek, ők pedig már munkaszerződéssel kikerülnek duális partnerekhez, cégekhez. Még néhány információt azért áruljon el egy ágazati alapvizsgáról, hogy ezt hogy kell elképzelni, ennek mi a célja? Hát az ágazati alapvizsgának az a célja, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyre szükség van. Tehát most például, ha vendéglátás turizmus ágazatban, gyakorlatilag ugyanazt fogják tanulni a cukrászok, a szakácsok és a pincér vendégtéri szakember, és ezt a vizsgát követően választ majd konkrét szakmát, és ők már rendelkeznek azokkal a legfontosabb kompetenciákkal, amely szükség van arra, hogy ő tovább majd ebben a szakmában tanulhasson. És hát ez arra is lehetőséget ad, hogy esetleg, ha majd egyszer úgy dönt, hogy ezen az ágazaton belül egy másik szakmát választ, akkor neki már nem kell ágazati alapvizsgát tenni. Csak az a tanuló mehet ki céghez dolgozni, aki ágazati alapvizsgát tett, és ugye itt azt mondtam, hogy dolgozni. Ez is egy valóban más dolog ebben az új rendszerben, hiszen a duális képzés egy kicsit más innentől kezdve, és hát fontos arról is beszélnünk, hogy az is egy komoly feladat a kollégák számára, hogy itt most párhuzamosan fut két rendszer, tehát felmenő rendszerben a 10-es és még tovább, ők ugye egy másik rendszerben tanultak, és ők most ugyanúgy kint vannak cégeknél, csak még a régi tanulószerződéses és a együttműködéses megállapodás formában, az újak pedig ugye munkaszerződéssel kerülnek ki. Azt tapasztaljuk, hogy az is nagyon fontos feladat, hogy ezt a sok-sok újdonságot megbeszéljük közösen azokkal, akik majd kell majd a tényleges feladatainkat megvalósítjuk, tehát itt konkrétan a cégekről is beszélek, és az elmúlt időszakban az egyik legfontosabb feladatunk volt a kereskedelmi és iparkamarával együttműködni, hogy az ő tanácsadóival együtt leüljünk a cégekkel, és elmondjuk nekik, hogy mi ez, de fontos a mi tanulóinknak is elmondani, hogy miben más, és hát nagyon fontos, mivel kiskorúakról van szó többségében, hogy a szülőket is tájékoztassuk, és hát természetesen mindezt online módon, és maximálisan betartva a szabályokat, tehát például, ha visszatérek az előbbi ágazati alapvizsgára, az is egy nagyon fontos feladat, hogy betartsuk a szabályokat, az egészségügyi a védelmi intézkedése szabályait, tehát például most egy konkrét példa, hogy a pincéreknél ugye beültek a kollégák, és őket szolgálták ki a tanulók, tehát próbáltunk minél kevesebbet, vagy a szépészet ágazatba, azt mondtuk, hogy hozzon be egy családtagot, tehát nagyon oda kell figyelnünk sok mindenre. Szóval igen, pont akkor, amikor van egy átalakulás, így akkor van. Még jött ez a pandémiás helyzet, hát nem egy egyszerű, igen. Ráadásul ugye egy járatlan útról van szó, ugye? Tehát most próbálják meg kitaposni az ösvényt. Mennyiben lehet finom hangolni ezt a rendszert, hogyha esetleg valahol valamilyen arra van szükség? Azt gondolom, hogy úgy tűnik, de nagyon régóta készülünk erre. Tehát azért nagyon régóta próbálunk továbbképzéseken átadni ezeket az ismereteket, különböző fórumokat, tehát mi nagyon sokáig készültünk arra, hogy majd egyszer itt lesz ez a szeptember, amikor élesben el kell kezdeni. Természetesen minden finom hangolás fontos, úgy gondolom, hogy a partnerek együttműködésével jó úton járunk, és megoldhatók ezek a problémák. És itt középoktatásról van szó, és hogyha jól tudom, akkor a felső oktatás felé is kacsingatnak. Tehát ugye együttműködést kötöttek, akár a Nyíregyházi Egyetemmel is. Hát igen, nem csak kacsingatunk. Én úgy gondolom, hogy a Nyíregyházi Egyetemmel nagyon régóta nagyon szoros együttműködésünk van, és most nem csak arra a területre terjed ki, amit eddig is úgy gondolom nagyon jól csináltunk, a pályaorientáció, vagy különböző szakmai együttműködések, tanár továbbképzés, különböző fórumok, rendezvényekben egymás segítése és ezeknek a látogatása. Itt az okleveles technikus képzés egy nagyon fontos pont, és azon szerencsések közé tartozunk, akik pilot jelleggel bekapcsolódhatnak ebbe. Tehát amikor meghallottuk, hogy létezik ez a okleves technikus képzési forma, akkor azonnal leültünk még augusztusban a Nyíregyházi Egyetem vezetésével, majd azt követően konkrétan a kollégák ültek le, hiszen arról van szó, hogy
meg kell vizsgálni a tananyagtartalmat, és lehetőség van arra, hogy egy 30-32 kreditnyi tananyagtartalmat beépítve a technikus képzés tananyagába elsajátítsanak a tanulók, és ezt az egyetembe számítva akár egy fél év kedvezményt is kaphat, vagy beszámítással is járhat ez egy tovább tanulónál. Két ilyen iskolánk van, az egyik a Bánki, aki műszaki területen kapott engedélyt, mert hogy miniszteri engedélyről van szó, kapott engedélyt arra, hogy elindítsa ezt a képzést. A Nyíregyházi Egyetem oktatói és a Bánki oktatói már benne vannak a munkasűrűjében, és meg is találták ezeket a krediteket, és itt ugye azért is fontos a műszaki terület, hiszen a gépészet, a speciális gépjárműgyártás és az elektronika közös ágazati alapoktatás van, tehát gyakorlatilag ugyanazokat tanulják. Mi most egyelőre a gépészetet és a speciális gépjárműgyártást tűztük ki célul, hogy itt történik ez a képzés. A másik iskolánk a Széchenyi, aki azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon múltú közgazdasági jó hírnevű iskola. Itt a gazdálkodás-menedzsment ágazat az, amelyben megint csak nagyon sokat dolgoztak az egyetem oktatói és az iskola oktatói. Itt is egy 30 kreditnyi tananyagtartalom van, amelybe számítható, és természetesen ennek a részletes kidolgozásáról van most szó. Különböző műhely munkában dolgozzák ki ennek a tartalmát, ami nagyon fontos, hogy már most 9. évfolyamon meghirdettük ezt az okleves technikus képzést, tehát mindenki, aki úgy gondolja, hogy szeretné ilyen irányban tovább tanulni, akkor ezekre az ágazatokra jelentkezzen, és hát a legjobbakat fogjuk kiválasztani közülük, akik az okleves technikus osztályba kerülnek. Ezzel nincs vége, tehát nem zártuk ki a többieket, hiszen ha van üres hely, akkor lehetőség lesz arra, hogy az ágazati alapvizsgát követően 10. bekerüljenek ebbe az osztályba, vagy pedig érettségi után a technikus évfolyamon is bekerülhetnek, amennyiben van erre keret. Tehát nem itt, csak a legelején, ugye, hanem még a képzés közben ugye. Közben is, tehát van egy motiváció, hogy lehet itt átkerülni. Nyilván ennek a részleteit ki kell dolgozni, és hát egy együttműködési megállapodás fogja meghatározni. Van egy keret megállapodás az egyetemmel, de konkrétan az egy-egy okleveles technikus képzésre külön megállapodásokat fogunk kötni, amelyben egyértelműen meg kell határozni, hogy mi az, amit az egyetem elfogad, mi az, amit ők fognak tanítani, mi az, amit a mi oktatóink, és nyilván össze kell hangolni az iskolák szakmai programjával, mert hogy az is egy nagy kihívás volt, hogy új dokumentumokat kellett készíteni az iskoláknak, és az új szabályozással összhangba kellett hozni ezt. Gondolom azért volt egy igényfelmérés is, ugye, hogy mely szakmákra van a legnagyobb igény. Természetesen. Milyen eredmények születtek? Hát természetesen. Nagyon fontos feladatunk van. Azt várja el tőlünk egyébként a szakmapolitika, hogy itt helyben mi egy kis sziget legyünk a szakképzési centrumok az iskolák révén, és hogy gyakorlatilag mindennel kellene foglalkoznunk. Tehát a cégekről kell egy munkaerőpiaci igényfelmérés, és ezért is fontos a cégekkel a szoros kapcsolat, hogy milyen munkaerőpiaci igények vannak, melyek azok a területek, ahonnan a legtöbb szakembert kell, tehát például építőipar, de hát Nyíregyháza egy vegyipari központ, tehát nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk a vegyiparra, de ugyanúgy említettem a műszaki területet, na de hát turisztikában is jelentős itt a megye, de tehát a turizmus vendéglátás is egy kiemelt terület, tehát ezek egy fontos feladatot jelentenek számunkra. És az egy dolog, hogy a cégek oldaláról, de hogy a tanulók, tehát hát igen, a leendő munkavállalók oldaláról, igen, mik az igények. Igen, tehát a beiskolázás is egy fontos terület, no, de a felvezetőben láttuk a robotkart. Az is egy nagyon fontos feladat, hogy a digitalizációval, a robotikával foglalkozunk, hogy az innovációval, hogy a gyerekeknek próbáljuk meg az irányultságát egy kicsit meghatározni. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint most azt mondjuk, hogy nincs olyan szakma, amelyben ne lenne ott a digitalizáció, én úgy gondolom, hogy néhány év múlva nem lesz olyan szakma, amelyben ne lenne jelen a robotika, ezért is fejlesztjük a digitális alkotó műhelyünket folyamatosan, most két új robotkarunk is van, amit a felvezetőben láttunk, és hát nagyon sajnálom, mert sok-sok eszköz van, és az a műhely tele lehetne élettel, de a pandémia idejében ez sem lehet, ezért itt is az online térbe költöztünk, és megpróbálnak a kollégáim kitalálni különböző dolgokat, hogy lehet bevonni itt a gyerekeket. Köszönjük szépen, hogy itt voltam. Köszönöm.
Több hulladékot termelnek, de többet is hasznosítanak újra a fejlettebb Európai Uniós tagállamok a szegényebb országoknál. Utóbbiaknál így hazánkban is, főleg lerakókban végzi a kidobott szemét. Megyénk Szilárd hulladékkezelője arra törekszik, hogy a vegyes helyett minél nagyobb legyen a szelektíven gyűjtött szemét mennyisége. Az országon belül egyébként nálunk keletkezik a legkevesebb kommunális hulladék. Képet mutat az EU-s kommunális szeméttermelés, ami 2019-ben fejenként átlagosan már több mint fél tonnára rúgott. Ez valamelyes több, mint amit egy évvel korábban mértek, ami akkor összességében 495 kiló volt. Az Eurostat által a napokban közölt számokból azt lehet látni, hogy a jellemzően gazdagabb nyugati tagállamok több szemetet termelnek, mint a keletiek, mutatja a pénzcentrum grafikonja. Az unió csúcs szemét termelője 2019-ben Dánia volt, ahol az emberek fejenként átlagosan 844 kiló kommunális hulladékot dobtak ki. A második helyen Luxemburg áll, ahol a fejenkénti szeméttermelés 791 kg volt. Magyarországon ezzel szemben 400 kg alatt 387 kiló volt a lakosonként évente kidobott vegyes hulladék mennyisége, ami 115 kilóval kevesebb, mint az uniós átlag. Ennél kevesebb szemetet csak Észtországban, Lengyelországban és Romániában termeltek tavaly előtt. Hazánkon belül, térségünkben ráadásul még alacsonyabb ez a mutató. A mi területünkön, tehát ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Borsod megyéből 11 település, pedig 262 kg per fő. Ez valóban nagyon alacsonynak tűnik, és a valójában is nagyon alacsony ez a szám, mégpedig az országban a legalacsonyabb fajlagos termelődő hulladékmennyiség. Ugye ezen megoszlanak a vélemények és az álláspontok, hogy ez azért ilyen alacsony, mert nagyon jól gyűjtünk szelektíven, vagy elkerüljük a hulladék keletkezést, kvázi a pazarlást, vagy pedig azért, mert az itteni lakosság vásárló ereje kvázi ezt a hulladék mennyiséget engedi meg. Minden esetre a szolgáltatási területünkön az éves begyűjtött hulladék mennyisége olyan 150 ezer tonna összesen, ebből olyan 120 ezer tonna a vegyes hulladék, ami lerakásra kerül, és 30 ezer tonna az, ami szelektív hulladék, illetve zöld hulladék és újrahasznosításra kerül. A 30 ezer tonnából az igazán érdekes a településeken kihelyezett sárga és kék gyűjtő edénybe összegyűjtött szelektív hulladék, ennek az éves mennyisége durván olyan 12 ezer tonna. Azt el kell ugyanakkor mondanunk, hogy ez a 12 ezer tonna, ez a begyűjtött mennyiséget jelenti, ez még átesik egy másodlagos válogatáson, bálázáson, a valódi haszonanyagok kiválogatására, és körülbelül ez alatt a folyamat alatt a fele az, ami újrahasznosításra, előkészítésre kerül, a fele az még mindig a hulladék lerakóban végzi. Éppen ezért ugye a hosszú távú cél és jogszabályi, illetve vállalásaink alapján is mindenképpen ez a hosszú távú cél, hogy a vegyesen gyűjtött hulladék mennyisége csökkenjen, és a szelektíven begyűjtött hulladék mennyisége ugyanakkor nőjön. Én úgy gondolom, hogy minden háztartásban adott ennek a lehetősége, mivel minden háztartásnak van egy vegyes szürke kukája és egy kék-sárga szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edénye. Ugyanakkor, attól függően, hogy 240 literes ez a szelektív hulladékgyűjtő edény, tehát elég nagynak tűnik, arra kérek mindenkit, hogy azt megfelelően használja, és csak az arra kifejezetten ráírt hulladékokat helyezze el az edénybe. Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy ez a csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgál, tehát attól, hogy valami műanyag, még nem biztos, hogy újra hasznosítható. Ezért kérem, hogy ne tegyenek ebbe az edényekbe például összetört kerti bútorokat, gyerekmedencét, vagy éppen autóalkatrészeket, mert azok nem újrahasznosíthatóak a mi technológiánkba. A legmegfelelőbb, hogyha a háztartásban keletkező szennyezetlen papírhulladékokat, illetve hogyha a PET palackokat elhelyezik ebbe az edénybe. Az lenne az igazi, hogyha PET palackból, illetve bármilyen italos és üdítős kartonból, műanyag és fém tároló eszközből valamennyi ebbe kerülne bele, akkor úgy gondolom, hogy ez elérné a célját, ez a szelektív hulladékgyűjtő edény.
Mi közszolgáltatóként csak annyit végzünk ezekkel, hogy szétválogatjuk anyagminőségre, például PET-re, HDPE-re, üveget gyűjtünk külön, fémeket, ezeket bálázzuk és értékesítjük az újrafeldolgozást valóban elvégző hasznosítóknak. Tehát mi csak újra hasznosításra történő előkészítést végzünk el ezeknél az anyagoknál. A legnagyobb mennyiségben a szelektív hulladékból papírhulladék, lakossági fólia és PET palack kerül kiválogatásra. Érdekes dolog, hogy a jövőre tekintettel a PET-ből most még gyakorlatilag bármilyen anyag elkészítése újrahasznosításnak minősül, de a jövőben például a PET palackból kifejezetten palackot kell majd készíteni, tehát az egy sokkal bonyolultabb, nehezebb feladat lesz annak a megoldása. Ha már újrahasznosítás, jó hír, hogy EU szinten 2019-ben a szemét újrahasznosítása rekordot döntött. Az elmúlt évtizedben megtriplázódott az újrahasznosított szemét mennyisége. Az 1995-ös 37 millió tonnás szintről indulva tavaly előtre már 107 millió tonnát ért el, ami fejenként átlagosan 239 kilónyit jelent. Mint a Pénzcentrum cikkéből kiderül, ezen a téren Magyarországon sem voltak rosszak a számok, ugyanis a fejenként megtermelt 387 kg kommunális hulladékból 103 kilónyi volt újrahasznosítható alapanyag, 36 pedig komposztálható, valamint további 53 kilót fel lehet használni valamilyen energiavisszanyerő folyamatban. Ez pedig majdnem az összes megtermelt szemét fele. A nyugati országokban egyébként több szemetet hasznosítanak újra vagy komposztálnak, ugyanakkor többet is égetnek el, mint például nálunk. Ezzel szemben a jellemzően kevesebb szemetet termelő tagállamok, így hazánk is, a megtermelt hulladék nagy részét szemétlerakókba szállítják, arról megosztanak a vélemények, hogy az égetés vagy a lerakása a kevésbé környezetszennyező megoldás. Hat új bölcsőde létesülhet 2022 végéig a megyében. A görögkatolikus egyház beruházásában összesen 3 milliárd forintból felépülő intézmények 22 csoportban több mint 250 gyermek napközbeni ellátását biztosítják majd. A fejlesztés új munkahelyek teremtésével a foglalkoztatáshoz is hozzájárul majd. A bölcsődék könnyen felismerhetőek lesznek egy közös külső vonásnak köszönhetően. A látványtervek szerint így fognak kinézni azok a bölcsődék, amelyek a közeljövőben épülhetnek fel a Nyíregyházi Egyházmegye területén, egy tavaly elnyert pályázatnak köszönhetően. A görögkatolikus egyháznál azt remélik, az összesen 3 milliárd forintból megépülő új akadálymentes intézmények nem csak a gyermekekre, hanem az egész családra jó hatással lesznek. A szülők foglalkoztatását, munkaerőpiaci helyzetét is pozitívan befolyásolhatják a bölcsődék, hozzájárulva a megye munkaerő gondjainak mérsékléséhez. Ismerve az eddigi tapasztalatokat, a hozzáállást, biztos vagyok benne, nagyon színvonalas és jó intézményeket alapított újonnan, vagy fog alapítani újonnan a Nyíregyházi Egyházmegye, és így közösen munkálkodhatunk a megye fejlesztésén, bölcsődei fejlesztési programján. Ez hozzájárul, mint egy mellék hatásként a munkába állóknak a lehetőségén is, hiszen nagyrészt már munkaerő hiány van a megyében, sok helyen, és bármilyen paradoxis helyzete, ez igaz, a koronavírus járvány közepette is, és hát még inkább így lesz, hogyha ezek a bölcsődék elkészülnek, és teljes kapacitással szolgálatba tudnak állni. Az új bölcsődék tervezésen november eleje óta zajlik a megye 6 településén. És hogy mely települések ezek, és mi a közös vonás a bölcsődékben, arról is szó lesz természetesen. Vendégünk a stúdióban dr. Papp Tibor, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm a nézőket is! No, de még mielőtt ebbe belemennénk, azért egy kérdés, hogy miért gondolja azt az egyház, akár a görögkatolikus egyház, hogy jó, hogyha bölcsődéket tart fent, illetve oktatási intézményeket, vagy nevelési intézményeket? Nagyon remek kérdés, és nagyon örülök neki. Mert valóban így van, hogy első hallása furcsának tűnik, hogy az egyháznak a küldetése az igazából, mintha nem evilági lenne, ugye, mintha a sokkal fontosabb dolgokra kellene úgymond figyelni sokak szerint az egyháznak. De mi igenis nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy
Bár az elsődleges feladatunk valóban az, hogy az evangéliumot hirdessük, hogy az embereket minél közelebb vigyük a Jóistenhez, vagy akár, hogy azokat az értékeket tudjuk közvetíteni, amiket mi fontosnak tartunk. Ez nagyon-nagyon fontos, és éppen ennek a fénysugarába van beállítva az is, hogy intézményeket tartunk fenn, vagy éppen, hogy intézményeket alapítunk. A bölcsődék megalapításánál is tulajdonképpen ez volt a kiinduló pontunk, hogy most is tartunk fenn három bölcsődét, Kisvárdán kettőt, illetve Újfehértón is van egy bölcsődénk, de és éppen ezekben az intézményekben látjuk azt, hogy milyen nagyon fontos az, hogy már egészen kicsikortól kezdve elkezdjük a gyermekek felé közvetíteni ezt az értékrendszert, ezt a világnézetet, ezt az atmoszférát, amiben mi azt gondoljuk, hogy érdemes felnőni és érdemes élni. Tehát a kiinduló pontunk az az, hogy a gyermekeknek olyan körülményeket biztosítsunk, és ez így van anyagi körülményekben is, így van lelki körülményekben is, amelyek lehetővé teszik azt, hogy minél szebben tudjanak felnőni, minél jobban gondolkodjanak, és hogy végső soron természetesen minél hasznosabb tagjai legyenek a társadalomnak. Tehát az elsődleges kiinduló pont ez, hogy a gyermekeknek tudjunk értéket közvetíteni. De ha úgy tetszik ezt az első szempont, hogy pasztorális szempont, vagy lelkipásztori szempontból nagyon fontosnak tartjuk a bölcsődéknek az alapítását, itt a következő pont talán az lehet, hogy ezeken az intézményeken keresztül nem csak a gyermekeket, hanem a családokat is elérjük. Hiszen azok a családok, akik ezekbe az intézményekbe hozzák a gyermeküket, találkoznak velünk, találkoznak az egyháznak a gondolkodásával, találkoznak azzal a remélhetőleg igényes életvitellel, amit mi próbálunk közvetíteni, és nagyon bízunk benne, hogy ezáltal a családoknak is tudunk segíteni ilyen módon, akár a gyermeknek a nevelésében is. Két települést említett, ahol működik három görögkatolikus bölcsöde, Kisvárda és Újfehértó, melyek a többi települések, ahol lesznek majd a megyében? Ezeken a helyeken kívül Nyírbátorban, Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Vásárosnaményben és Demecserben fogunk négy csoportos bölcsődéket építeni, Máriapócson pedig egy kettő csoportos bölcsődét fogunk építeni. Ja, az a különbség közöttük, hogy a négy csoportos bölcsődékben 48 férőhelyet fogunk kialakítani, a két csoportosban pedig 24 férőhelyet tudunk kialakítani. Miért pont ezeken a településeken? Azért ezeken a településeken, mert ezeken a településeken van, ahol már a görögkatolikus egyház jelen van, és így a jelenlétét tudja erősíteni, vagy akár mondjuk ki tudjuk építeni azt az intézményrendszert, amiben tényleg kicsi gyerekkortól kezdve fejlődött, tudjuk a gyerekeket vezetni. Tehát például Mátészalka kifejezetten erre példa, ahol működő iskolánk van, remélhetőleg óvodánk is lesz nem olyan túl sokára, és ha ehhez még egy bölcsődét is tudunk kapcsolni, akkor a gyerekeket egészen kicsi koruktól kezdve a ballagásig tudunk vezetni, és ez egy nagyon komoly, egy nagyon meghatározó időszak. De vannak olyan helyek is, például Fehérgyarmaton, még nem vagyunk jelen semmilyen intézménnyel a Nyíregyházi Egyházmegye, de ott is egy élő görögkatolikus közösségünk van, és úgy látjuk, hogy egyfajta indulásként ez mindenképpen egy nagyon jó megalapozás lehet. Ilyenkor zajlik egyfajta igényfelmérés? Hogyne. Akár demográfiai szinten is? Természetesen, ez egy nagyon fontos dolog volt, még mielőtt a pályázatot beadtuk. Tehát természetesen az önkormányzatoknak a segítségét kértük ebben, akik nagy örömmel segítettek egyébként, mert ugye mindenkinek érdekel, hogy ilyen intézmények létesüljenek, és valóban a születések száma az utóbbi években hogyan alakult, milyen kilátásaink vannak, ezeket természetesen meg kellett alapozni, már a pályázat benyújtásakor is, de egyébként, ha logikusan végig gondoljuk, akkor a saját szempontunkból is nagyon fontos ez, hogy ne építsünk olyan helyre bölcsődét, ahol utána nem fogunk gyerekeket látni. Világos. Nézzük akkor a terveket. Hát itt azért már a felvezetőben meg most is láthatjuk. Egy dolog akkor összeköti ezeket a bölcsödéket. Igen, egy nagyon izgalmas dolog volt akkor, amikor a tervezést elkezdtük, hogy legyen valamilyen arculata ezeknek a bölcsődéknek, legyen valami, ami összeköti őket, és így született meg a gondolat, hogy a Noé bárkája egy nagyszerű gondolatnak tűnik. Hiszen Noé bárkájának a történetét mindenki ismeri, hozzátartozik, ha úgy tetszik, az alapműveltséghez, hogy ez akár irodalomból is tanulja mindenki,
Ezen felül pedig, hogyha a gyermeknek a vallásos neveléséről gondolkodunk, akkor ugye a gyermekek világához, a lelkéhez az állatok nagyon közel állnak, a Noé bárkájában ők különös szerepet kapnak, és így jött ez a gondolat, hogy próbáljuk meg erre az alapvonalra felfűzni az épületeknek a kivitelezését. Ez azt jelenti tehát, hogy arculatszinten minden épületen meg fog ez jelenni, nem teljesen egyformák lesznek ezek az épületek, hiszen a telekadottságok, vagy éppen a tájolások miatt nagyon sok mindent kell rajta alakítani, amit a tervező csapatunk nagyon kiválóan már éppen dolgozza. Tehát ez nagyon szépen alakul már a mostani hetekben, de ezzel együtt egyfajta séma, hogy egy témája a bölcsődéknek lesz, és ez nagyon, hogy mondjam, ezt nagyon nagy várakozással tekintünk ez elé még mi is, mert kíváncsiak vagyunk, hogyha ez tényleg így meg tud valósulni, akkor ha valaki ránéz egy bölcsődére, amin a Noé bárkája ilyen szinten megjelenik, akkor fogja tudni, hogy igen, ez egy görög-katolikus bölcsőde. És ezzel, ahonnan az előbb kiindultam, hogy a gyermekeket szeretnénk közel vezetni a Jóistenhez, vagy az egyházhoz. Ezen a módon én úgy gondolom, hogy ezzel a fajta játékossággal, a gyermekeknek a gondolatvilágát, az érzelemvilágát is figyelembe véve sokkal komolyabb eredményeket tudunk elérni, mint hogyha nem is tudom, csak beszélnénk róla szószékről, hogy ezt meg azt úgy kell tenni. Tehát én úgy látom, hogy ez egy, és nagyon bízom benne, hogy egy jó gondolat tudna lenni. Míg azért azt is el kell mondanom, hogy az egész mögött van egy nagyon komoly teológiai megfontolás is, ugyanis Noé bárkája a teológiában az egyháznak az ószövetségi előképe, hogy akik benn voltak a bárkában, azok ugye megmenekültek az özönvíztől. És valami ilyesmit szeretnénk továbbvinni, hogy azt mondjuk, hogy az egyházban és a körülöttünk lévő világnak sokféle viharától megmenekülhetünk, egyfajta oltalmat kaphatunk. Ezt szeretnénk azoknak a gyermekeknek, illetve családoknak nyújtani, akik ezekbe a bölcsődékbe fognak majd járni. Még néhány nagyon fontos dologról nem beszéltünk, hát gondolom a szülőkben legfőképpen felvetődik az, hogy hol járnak most ezek a folyamatok, a bölcsőde építési folyamatok, munkálatok, és várhatóan mikor készül el az első bölcsőde, úgyhogy akár már lehet is jelentkezni. Nagyon szeretnénk, hogyha jövő év szeptemberére már ezekből a bölcsődékből minél több megépülne. Az alapgondolat az, hogy párhuzamosan épülnének ezek az épületek, tehát nem úgy, hogy egyet befejezünk és kezdjük a másikat. A kivitelező kiválasztása már eszerint fog megtörténni, hogy minél több tudjon egymás mellett azonos időben elkészülni. A jelenlegi időben a telkeknek a kiválasztása, megvásárlása folyik, de közben már a tervezés is nagyon előhaladott állapotban van. Nem egyszerű jó telkeket találni, hiszen egy-egy ilyen bölcsődének a beépített hasznos alapterülete nagyjából 1000 négyzetméter, és ehhez még elég komoly előírások vannak, hogy milyen udvart kell biztosítanunk, milyen teraszokat és így tovább, tehát nem egyszerű rá telket találni, de egészen jól haladunk benne. És ahogy mondtam, ezzel párhuzamosan már a tervezés is folyik, tehát nagyon bízunk benne, április-május környékén már a tervek egészen készen lesznek, és ha rajtunk múlik, akkor nyáron megkezdődnek az építkezések, és jövő év szeptemberre, vagy legkésőbb decemberére fel is épülnek ezek a bölcsődék. Még egy kérdés, csak görögkatolikus felekezetű gyermekeket várnak? Természetesen nem. Természetesen, ahogy minden intézményünkre jellemző az ökumenikus szemlélet, úgy a bölcsődékre is érvényes, hogy felekezetre való tekintet nélkül mindenkit egyformán várunk. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak 35 perccel, legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Viszontlátásra!